estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Galsi Nagy Andrea, aki az év óvónője díjat vehette át a közelmúltban. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Galsi Nagy Andrea, Kuthenúti óvoda pedagógus, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meg kívásunkat. Én is köszöntelek, és a Karcag Televízió nézőit is. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert amint itt egy kis plasztika is mutatja, egy rangos elismerést vehetett át a közelmúltban, az év óvoda pedagógusa, óvónője díjat vehette át. Hogyan is zajlott ez? Mit kell tudnunk az előzményekről? Hogyan kaphatja meg valaki ezt az elismerést? Hát intézményünknek végül is ez egy ösztönző díja, ami egy olyan elismerés, amit minden évben megkap három óvodapedagógus, egy óvoda nevelőközössége, illetve két pedagógiai munkát segítő. Az idén rám esett a választás, és ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy erre érdemes vagyok. Tudod te előre erről a díjátadóról valamit súgtak esetleg a kollégák? Vagy teljesen meglepetésként érte? Nem tudtam róla, illetve az ünnepség előtt való nap már ugye csiripelték a verebek, a madarak, de igazából aznap tudtam meg. Milyen ünnepség keretében adták ezt át, és hogyan érintette önt ez a díjátadó, ez az ünnepség, milyen volt, erről mesélje nekünk egy picit. Intézményünk pedagógus napi ünnepségén zajlott a díjátadás, ünnepies keretek között, és ott kaptam meg. Mit érzett, amikor átvehette, mit jelent önnek ez a díj? Hát ez egy rangos elismerés a kolléganőimtől, illetve a vezetőimtől. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és tényleg arra ösztönöz, hogy a továbbiakban is minél magasabb szinten végezzem a munkámat. Most beszéljünk a pályájáról. Hogyan indult, hol járt iskolába, tehát egy picit az előzményeket foglaljuk össze, hogyan döntött el azt, hogy milyen hivatást vagy foglalkozást választ magának? Hát egészen kicsi koromban három dolog volt az, ami engem nagyon érdekelt, és amit nagyon-nagyon szerettem, az a gyerekek, az állatok és az éneklés. És végül is ez a három dolog az, ami meghatározta az életemet a továbbiakban. A munkám kapcsán a gyerekek, az állatok azok ugye otthon, mert ugye állataink vannak, főleg kutyájaink, és hát az éneklés, amit ugye szívem csücskének érzek, illetve tartok a mai napig is. Hol végezte az iskoláit, hogyan indult a szakmai útja gyakorlatilag? Tehát vegyük majd ketté, ugye van egy hivatása, és van egy, ami a szíve csücske gyakorlatilag az éneklés. Beszélj most először a hivatásról. A Györfi István iskolába végeztem általános iskolai tanulmányaimat, már ott is több versenyen, énekversenyen részt vehettem, lehetőséget kaptam, amivel éltem is, és hát igen-igen sokszor nyertem, illetve különböző helyezést érhettem el ezeken a rendezvényeken. Utána Tiszaföldvárra jelentkeztem, az óvónőképző szakközépiskolába, ahol már 100%-ban eldőlt, hogy én óvónő szeretnék lenni, és érettségi után, a szakmámat ugye megkapva, már el is kezdhettem ezt a pályát. És volt esetleg példaképe, tehát volt-e egy olyan személy, aki gyakorlatilag elindította ezen az úton, vagy az ő indítatására választotta ezt a foglalkozást? Az édesanyám tanítónéni szeretett volna lenni, sajnos ez különböző okok miatt nem sikerült neki. És
mindig úgy érezte, hogy nekem valahogy, valahol be kell teljesítenem ezt az álmát, de természetesen én is nagyon-nagyon szerettem volna ezt. Mely óvodában kezdett el dolgozni, és hogyan alakult ez gyakorlatilag az elmúlt évek során? A Kisföldek közt a Kőrös úti óvodába, Kertvárosi óvoda akkor még az volt a neve, ott kezdtem a pályámat, és néhány év múlva a Kuthen óvodába juthattam be. És milyen volt tehát hogy emlékszik vissza a kezdetekre, milyen volt, amikor a Kőrös úti óvodába belépett és elkezdett ott dolgozni, milyen volt a közösség, hogy fogadták, ön hogyan viszonyult a gyerekekhez, a gyerekek önhöz? Hát így 18 évesen még ugye majdnem gyerek az ember, és hát rendkívül közel álltak hozzám a gyerekek, semmi gond nem volt a velük való kapcsolat építéssel, illetve a kolléganőim is nagyon kedvesen, nagyon segítően fogadtak. És mi volt az, ami gyakorlatilag az elején mondjuk úgy elkezdte érdekelni? Tehát most itt a úgymond szakterületekre vagyok kíváncsi, ugye mi volt akkor, amivel foglalatoskodott? Ugye azóta már sok minden megváltozott, vagy sokat változott a világ, lehet úgy mondani, ugye különböző szakkörök működnek az óvodában, különböző munkacsoportok. Ez önnél hogy alakult? Mivel énekelni mindig is nagyon-nagyon szerettem, ugye zeneiskolába is jártam, képeztem magam különböző tanfolyamokkal is, úgy gondoltam, hogy ez az a terület, amit nagyon szívesen tovább vinnék, tovább fejlesztenék. Tehát ez gyakorlatilag a művészet, igen. Művészeti csoport. Igen, és így néhány éve lehetőségem adódott, hogy az óvodánk zenei tehetség műhelyét vezethessen. Mit kell tudnunk erről a zenei tehetség műhelyről, hogyan működik ez az ön irányítása alatt? A tehetségműhelyemben kiemelkedően érdeklődő, zene iránt érdeklődő gyerekek vannak, és velük kapcsolatosan egy pályázatot is meg tudtunk valósítani, ami a nemzeti örökségünk kincseit ápolja. Ezt három tehetségműhely összefogásával sikerült elérnünk. Az Apró lábak, a Csokonai úti óvodába, Benéni Anikó vezetésével, a Zöldfa úti óvodába, a Szóra Katénusz anyanyelvi tehetségműhely, és a Jómagam Iglice zenei tehetségműhelyel. Velük alkottuk meg ezt a pályázatot, illetve valósítottuk meg a gyerekekkel és a szülőkkel együtt. Gyakorlatilag hogyan lehet a gyerekeket ezen az úton terelgetni? Tehát például ez ilyen zenei tehetség műhelyt érintően énekelnek, vagy ritmusokat gyakorolnak, hangszerekkel ismerkednek. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Igen, tehát az éneklés az első számomra, a népi dalos játékok, illetve több énekes játék. A hangszerekkel természetesen az ő kis szintjüknek megfelelően ismerkedünk. Zeneiskolába is ellátogattunk, ott is hangszereket ismerhettünk meg, illetve azok használatát. És persze mindenféle ritmusjátékot, mindenféle képességfejlesztő játékot beiktatunk a heti egy alkalommal történő kis foglalkozásainkba. Kisfiúk vagy inkább kislányok azok, akik aktívabbak? Főleg lányok, de fiúk is vannak a csoportomban. És hogyan látja, mint zenéhez értő ember, vannak-e olyan gyerekek, akik esetleg majd terelgethetőek lesznek ezen az úton? Bár nem tudom, hogy ilyen kicsikorban megállapítható-e ez egyáltalán. Igen, egész kicsikorban megállapítható. A tiszta csengő hangot rögtön kiszúrjuk a kolléganőimmel együtt, akik szintén nagyon nagy segítségemre vannak azzal kapcsolatosan, hogy ki tudjam választani a gyerekeket, akik végül is a tehetségműhelyembe kerülhetnek. És egyéb érdeklődő magatartás is fellelhető a gyerekekben. Most beszéljünk a hivatása mellett ugye az éneklésről. Többször, több színpadon, több műsorban lépett már föl. Ez hogyan jött az életébe, vagy erről meséljen nekünk, hogyan alakult ez, és mi az, amit elért már gyakorlatilag ezen a pályán, mert ezt is lehet egy pályának nevezni. Imádok énekelni. Nagyon-nagyon kicsi korom óta ugye több énekversenyen is részt vehettem. Tanítóim, tanáraim is felfigyeltek erre még annak idején, amivel ugye éltem is, és nyertem is nagyon sok-sok versenyt.
A testvéremmel, Karcagi Nagy Zoltánnal, akit önkormányzati képviselőként is ismerhetünk, illetve nívós, elismerésű magyar nóta énekesként is, közös fellépéseink is vannak, de már egészen gyerekkorunkban volt egy együttesünk, a Seri együttes, illetve már több együttesünk is, de a Seri az, akire esetleg úgy már emlékezhetnek a kedves nézők is. Vele közösen énekeltünk, illetve zenéltünk ebben az együttesben, több dalt, külföldi, illetve magyar dalt is feldolgoztunk, mert természetesen saját dalaink is születtek. És hova ívelt ez a pálya? Hát ez a pálya oda ívelt, hogy már most országszerte járjuk a közönséget, a rendezvényeket, nagyon sok helyen fellépünk, gyermekműsorunkkal is, illetve a felnőtteknek, akár időseknek szóló nótákkal, ugye a testvérem nótaénekes, illetve én örökzöld táncdalokkal, esetleg duettekkel színesítjük ezeket a műsorokat. Tehát akkor gyakorlatilag húzó erők voltak egymás számára, hiszen gyerekkorukban már együtt énekelgettek, jó, nekem nincs nagyon jó hangom, de a testvérem meg is ugye otthon mindig együtt énekelgettünk, tehát akkor ugye komolyabban foglalkozik ezzel, annak egész más. Igen. És hova lesz még az idén fellépés, merre tervezik? Hát most egyelőre konkrét fellépésről nem tudok beszámolni, de szeretnénk majd egy közös CD-t megalkotni, ahol ugye a közös duettjeinket szeretnénk majd a nyilvánosság elé tárni. Most ugye nyári szünet van, mivel foglalatoskodik szívesen a munkák mellett, gyakorlatilag ilyenkor ugye azért egy picit lehet lazítani nyári szünet alkalmával. Igen. Mi a hobbija, mivel foglalkozik, mivel tölti az idejét? Már egy kis lazulás volt, egy kis nyaralás, egy kis pihenés, azonban most részese vagyok a Jókai úti óvodában megszervezésre kerülő zenei tábornak, ahol rengeteg élményt biztosítunk a gyerekeknek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, még egyszer szívből gratulálunk az elismeréséhez, és további jó munkát, de először jó nyarat kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Köszöntöm nézőinket, Molnányi György Erikával, a Jókai úti tagintézményben beszélgetünk arról, hogy mi is van itt, hiszen mögöttünk a gyerekek táncolnak, babát készítenek. Milyen tábor ez? Egy zenei tábor az intézményben járó gyermekeink részére. Ez most első alkalommal van megszervezés alatt, illetve meg is szerveztük sikeresen 5 óvodapedagógussal. Itt azokat a gyerekeket vártuk, nem csak azokat, akik zenei tehetségű helybe járnak, hanem egyáltalán kicsit közel érzik magukhoz a zenét, aktívak a zenében, jó ritmusérzékkel rendelkeznek, és intonációs képességük is magas szintű. Olyan programot választottunk össze a hétre az óvodapedagógusokkal, ami fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, intonációs képességeiket, illetve, amint lehet hallani is, más fajta zenével is megismertetjük őket. És természetesen kirándulni is voltunk ma is, illetve hétfőn. Hétfőn például a zeneiskolában voltunk, ahol egy hangszerbirodalomba hívtak az ottani tanárok, az intézményvezető, a tagintézményvezető, ahol megismerhettük a különböző hangszereket. Nagyon aktívak voltak a gyerekek, és ezzel a motiválással feldolgozzuk az aznapi délutánon, amiket láttunk a nap folyamán. Ma a Szélmami Fogadóháznál voltak, lovaskocsikáztak egy kicsit, itt el is énekelték azokat a dalokat, amelyeket ott megtanultak, de itt a hangszereket is nyűvik a gyerekek, hiszen az előbb az ön hegedűjét próbálhatták, ide van itt citera, aztán készülnek a kézműveskedések is, de tényleg, ahogy ön is mondta, itt a gyerekek rögtön táncra perdültek, és tényleg vérükben van azon a néhányuknak. Igen, hát elsősorban ezeket a gyerekeket hívtuk, csalogattuk, és szerintem örömmel is jöttek, és a szülők örömére is, hiszen 37 gyerek jelentkezett erre a táborra, és mondhatom boldogan, hogy nagyon nagy létszám. Sajnos ebből lebetegedtek, úgyhogy a mai létszám 29 fő volt, és 6 tagovodából, tehát ez is egy, úgy gondolom, sikeres kezdeményezés volt a város fele, illetve az intézmény óvodái számára, és hát reméljük, hogy jövőre is alkalmunk lesz megvalósítani ezt a tábort.
És hát gondolom szeptemberben azért a gyerekek majd a saját csoportjukban azért könnyebben táncra hívhatók lesznek, hiszen nem minden csoportban van táncoktatás. Ez így van, nem minden csoportban van, de ugye azért a programunkban benne van ugye a néptánc, és az alapokat azért próbáljuk elsajátítani a gyerekekkel. Zömmel itt olyan gyerekek vannak, akik már jövőre iskolába mennek, de vannak, akik középsősök, és hát igen, minél kisebb korban is, minél hamarabb szeretnénk ezeket a magokat elültetni bennük, hogy az igényes zenét hallhassák, hiszen azért többfajta zenével megismertetjük őket, nem csak a komoly zenével, itt már hallható volt a cigány zene, ami itt rögtön kijött, és nagyon nagy számban elkezdtek erre táncolni. Tehát ez a kreativitásukat is fejlesztve, és minden, ami új számukra, amit nem hallhatnak otthon, azt megpróbáljuk itt az obodán belül a gyerekeknek megmutatni. Akkor sok-sok közös élményt kívánunk még a hátralévő napokra. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy lehetőségünk volt rá. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Merekfürdőben, és dr. Hajdú Lajossal beszélgetünk, hiszen június 30-a van, és július 1-én ünnepli a 25 éves önállóságának évfordulóját a település. Ön volt az, aki az egésznek az egyik motorja volt ezelőtt negyed évszázaddal. Most visszaemlékezett erre a sok-sok évvel ezelőtti történetre, és úgy nagyon meghatódott, tehát azt gondolom, hogy még mindig nagyon élénken élnek önben ezek a történések. Igen, ez természetes, hisz azok az évek, vagy azok a hónapok pláne, azok izgalmasak is voltak, és érzelmileg fűtött, túlfűtött is időnként, és hát nagy sikerrel zárult a szeptember 8-i népszavazás, és örömmel töltött el bennünket. 17-en, tehát még 20-an sem voltak, akik emögé a indítatás mögé álltak. Bíztak a sikerben, hiszen azért nem nagyon volt jellemző akkor még, hogy lehetőséget kaptak ilyen kis települések az önállóságra. Természetesen bíztunk. Az, hogy 17, ez egy csalóka, és az a falugyűlés, amelyik ezt a 17 embert odaküldte, az kb. 250 fős falugyűlés volt, és ott küldött oda 17 embert, hogy na akkor ti dolgozzatok, és próbáljátok meg eldönteni, hogy jó-e az önállóság, vagy nem. Azt azért mindenki eldönti, aki itt él a településen, hiszen azért látom, hogy jönnek ide állandó lakosként Karcagból, környékbeli településekről is, tehát ez azt jelzi, hogy megszerették itt a környék emberek fürdőt. Hát én bízom benne, hogy nem csak a környéken, hisz a környéken nagykunságnak részei vagyunk, de úgy gondolom, hogy az ország többi részéről is nagyon sokan, sőt az határokon túlról is nagyon sokan jönnek, és jól érzik magukat, és visszajárnak nagyon sokan.
Nagyon sok minden történt, sok fejlesztés, sok útépítés, sok-sok olyan dolog, amit most nem tudunk felsorolni, amíg ön volt a település első embere. De mire a legbüszkébb? Mi az, amit kiemelne ezek közül, és mondjuk mi az, amit nem sikerült megvalósítani, mert nem, és még mindig szerette volna, hogyha lehetőség lett volna? Hát a legsikeresebb az egyértelműen a fürdő tulajdonjogának megszerzése és azzal való foglalkozás, és az, hogy a fürdő az a falu tulajdona, és azt véleményem szerint nem is volna szabad sose kiadni. Ez a kudarcról kell beszélni, az igazából egy igazán nagy kudarcot érzek, az pedig lenne, hogy az üveggyárat nem sikerült megmenteni. És de hát mondjuk azt azért mindenki tudja, hogy ez az önkormányzaton múlott. Hát nem rajtunk múlott, de igyekeztünk volna mindent megtenni, de nem úgy alakultak a körülmények. Itt a záró szavai mondataiban a következő 50 évre kívánt jót az itt élőknek. Hogyan értékeli? Sikeres volt az önvezetés alatt a település? Hát ezt gyakorlatilag nem nekem kéne. Tehát visszajelzéseket kap. Én úgy érzem, hogy igen, hisz az ember a saját munkájában nem hisz, hogy a sikeres, akkor biztos, hogy nem lesz az. De én úgy érzem a mások megnyilvánulásaiból is, hogy igen, amit végeztünk, az egy sikeres tevékenység volt. Azért 25 év, hogyha most lennénk ott a 25 évvel ezelőtti állapotokban, azt gondolom, hogy ma azért egy picit könnyebb lenne a dolgok az önállóság felé. Nem hiszem. Ezt majd eldönti a történelem, ez már megtörtént, és reméljük, hogy még sok-sok 25 évvel ez berekfődőnek. Köszönöm szépen! Molnár Jánossal, a település jelenlegi polgármesterével beszélgettünk itt egy kopjafánál, amelyet az előbb Sinka István adományozott a településnek, és jelképesen ön vette birtokba. Az elmúlt 25 évben sok-sok minden történt, erről Hajdú Lajossal beszélgettünk. Beszéljünk a jelenről, hiszen mégiscsak a jelenét viszi a településnek. Mi a legfontosabb, ami a sikerhez vezette a települést? Köszönöm a kérdést. Én is nagyon fontosnak tartom a múltat, a gyökereinket, de a jelen és a jövő az most még fontosabb. Jelenben nagyon sok lehetőségünk van. Én két részre szeretem ezt bontani. Az egyik, ami az anyagi részt jelenti, amiben most sok pályázati lehetőség, az sok lehetőséget ad. A másik, az pedig, ami miatt szükség van ezekre az anyagiasságban megjelenő dolgokra, magára az emberre, az emberi kapcsolatokra, amik kitöltik életünket. A pályázatoknál, ahogy mondtam, most valóban nagyon sok lehetőség van, mindent így kapásból fel sem tudom sorolni, azért néhányat szívesen megemlítek. A topos pályázaton belül van három pályázatunk, amiből kettőnek már tudjuk a pozitív eredményét, az egyik az orvosi rendelő felújítása, a másik pedig energetikai pályázat, két épületet érint, az egyik az iskola, elég régi iskolaépületünket, a másik pedig ugyancsak viszonylag egyszerű önkormányzati hivatali épületet. Mind a kettő nagyon régóta esedékes a felújítása. A harmadik, amit még nem tudunk, bár a reménységénk azok nagyon pozitívak, az pedig a turizmust érinti. Azért is nagyon fontos ez, hiszen most a település szinte csak a turizmusból él. Elsősorban a turizmusból él. Más pályázatok, amiket nyertünk, az egyik, ami ugyancsak egy különleges és nagy reménységét ad számunkra, egy kisebb feldolgozó, zöldséggyümölcs feldolgozó üzem, aszaló szárítóval egyben, ami a Start munkaprogramos kertészetünkre épül, az ott megtermelt zöldséggyümölcs feldolgozását segíti, de reménység szerint még vásárlás is szükséges majd. Kis üzem lesz, de nagy reménységgel nézünk elébe. A beruházás még azután fog kezdődni. A tényleges termelés az jövőre várható, hogy beindul. Itt még annyit hadd említsek meg, hogy a ilyen szokásos feldolgozóknál inkább az a fontos, hogy
amit feldolgoznak, megtermeltek, feldolgozzák, azt jól el tudják adni. Ez nálunk is fontos, de annyiban speciális helyzetben van Berekfürdő, hogy éppen a turizmus miatt a helyi viszonylag sok szállás, szálloda, étterem, ezeket is szeretnénk ezekkel kiszolgálni, tehát egy felvevő piac, és a helyben megtermelt termékeket, meg itt feldolgozott termékeket szeretnénk itt helyben minél többet értékesíteni. És egy másik kicsit különleges dolog, ami a turizmushoz közvetlenül kapcsolódik, hogy ezeket a megtermelt, feldolgozott dolgokat kisebb kiszerelésben is szeretnénk árusítani, lehetőleg úgy, hogy egy Berekfürdőt jó reklámozó kis logó felirat, amit még ki kell találnunk, ezeket szeretnénk rátenni, tehát ezt úgymond több legyet ütünk egy csapásra, mert megtermeljük, feldolgozzuk, eladjuk, és ugyanakkor ezzel még Berekfürdő hírét is szeretnénk vinni a nagyvilágban, hogy nem csak a fürdő miatt érdemes idejönni, hanem ezek miatt a dolgok miatt is. És vannak még más pályázati lehetőségeink is. De tulajdonképpen, amit elmondott, ez már a jövőt is előrevetíti, hogy a több lábon állás felé elindult Berekfürdő, hiszen egyrészt ott volt a közmunkaprogram keretében menő fóliás kertészetük, de akkor most a feldolgozással ez egy újabb lépés. Így van, így van. És a jövőnél a másik rész, amit mondtam, hogy ami miatt tulajdonképpen ezekre szükség van, ami az életet ténylegesen életté teszi, hogy olyan közösségek alakuljanak ki, ez már nem a feldolgozóhoz tartozó, hanem... A civil élet is megmozdult. A civil élet, így van. Én ezt tartom polgármesterségem idején a legfontosabbnak, ha azt el tudom érni, hogy a civil szervezetek még jobban megerősödjenek, és ne rivális lássanak egymásban, ne konkurenciát, hanem minél többen meglássák a másikban az értéket, a pozitívumot, és azt erősítsük egymásban, hiszen mindenkinek vannak gyengeségei. Ha mindig csak piszkálódunk, akkor az legyengíti az embert, és a közösséget is, a települést is. Ha erősítjük egymást, ez nem azt jelenti, hogy a negatívokat el kell fedni, azokat szűkebb körben feltétlenül meg kell beszélni, de erősíteni a pozitívumokat kell. Lássuk meg, hogy ez a pici település, alig több mint 1000 állandó lakos a település, milyen sok civil szervezet van, és ezek milyen jól működnek. Itt most gondolhatok az általános iskolás modern tánccsoportra, a Dalmadance-re, a hozzám még közelebb álló felnőtt néptánccsoportra, olyan irodalmi társaság, van horgász egyesület, van egy pár éve nagyon jól működő asszonykör, akik hímzéseket, szövéseket, csipkeveréseket csinálnak, épp most van egy nagyon szép kiállításuk, és mindent nem is tudok felsorolni hirtelen, elnézést is kérek attól, aki kimaradt. Nagyon sok érték van ezen a településen, amiket erősíteni kell, akkor tudunk még jobban fejlődni, és akkor lesz igazán jövője Berekfürdőnek. És hát azt gondolom, itt a végén egy mondatban azért utaljunk arra is, hogy vannak az állandó lakosok, vannak az üdülő tulajdonosok, és vannak az itt nyaralók. Tehát azt gondolom, hogy ezt a három csoportot azért egy nevezőre kell hozni. Ez feltétlenül így van, nagyon fontos, hiszen kölcsönösen szükségünk van egymásra. Nekik is ránk, nekünk is rájuk. De nem szeretnénk leragadni ennél a szükségből való kapcsolattartásra, hanem nagyon jó barátságok alakulnak ki. Nagyon jó azt látni, amikor egy évvel ezelőtt itt volt itt valaki, most megérkezik, és akkor akár bemegy a fürdőbe a pénztárost, vagy egy takarítót, vagy úszómestert barátként szólít meg, és örülnek egymásnak, akár egymás nyakába is borulnak, de mindenképpen örülnek egymásnak. Ezek nagyon-nagyon jó érzések. Ezek adnak igazán erőt ahhoz, hogy az ember ezeket jó szívvel és szívesen csinálja. Akkor én még következő sikeres 25 meg 50 évet kívánok a településnek, és hát önnek is, hiszen azért még van teendő bőven. Nagyon szépen köszönöm, teendő valóban mindig marad, és még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy azt is fontosnak tartom, főleg a jövő szempontjából, hogy nem csak önmagunkra kell gondolni, mint település, hanem egy tágabb környezetben. Tehát itt a szomszéd települések, a Kunság, egész a Tiszató, Hortobágy vidékeig, hiszen nekünk ez nyitottság, ez létkérdés. De még egyszer köszönöm, és remélem, hogy valóban a 25-50 és a még további évek azok
jó és boldogságban fognak következni. Július 1-én ünnepli Berekfürdő önállóságának 25. évfordulóját, mert rendezvényen dr. Fazekas Sándor főmérnöki miniszter úr is részt vett. Bár esővel indult a nap, de a végére azért csak szép idő lett, és elég sokan eljöttek erre a jeles ünnepre. Gratulálok Berekfürdőnek a 25 éves évfordulóhoz, és úgy látom, hogy Berekfürdő összefogással, a település lakosságának a odafigyelésével, az önkormányzatiság előnyeivel élve tudott fejlődni az elmúlt években, ki tudta használni a rendszerváltásban, a nemzetügyek kormánya pályázataiban rejlő lehetőségeket, és mint a legkisebb, legfiatalabb nagykun település be tudott illeszkedni a kunsági világba, ahol egymást segítjük, ahol a megye, a járás, a környező nagykun települések összefognak azért, hogy a pályázataik eredményesek legyenek, és a fejlesztéséket összehangolják. Jó hangulatú a rendezvény, sokan vannak, nem riasztja meg a kun embereket, különösebben az időjárás, ezt jól tudjuk, és a vődő vendégek, üdülő vendégek is jelentős számba vesznek részt a programokon. És hát reméljük, hogy a több lábon állás felé is elindul, hiszen polgármester úr elmondta, hogy szeretnének feldolgozót is hozni a településre, hiszen a turizmus azért egy adott időszakot ölel csak föl. Nyilvánvaló, hogy a szezon meghosszabbítása mellett meg kell találni annak az űrnek a kitörtését, amit az üveggyár bezárása okozott. Ezen dolgoznak, és nagyon fontosnak tartom, hogy van egy irányú együtt gondolkozás is. Én sok sikert kívánok ezt polgármester úrnak, az önkormányzatnak és Berekfürdő lakosainak. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk, hiszen az elmúlt 25 évet ön is végigkövette a Berekfürdő önállósodásában. Hogyan látja a település jelenét? Mindenképpen az egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai térség az egész megyében, hiszen a vendégszakák számát tekintve Cserkeszőlő után Berekfürdőn van a legtöbb turista, ideérkező vendég, és én nem csak az elmúlt 25 évét figyeltem, hanem amire én emlékszem, az elmúlt 45 évét, körülbelül ennyire emlékszem Berekfürdőről, és igazából aki Karcagon él és itt a környéken él, mindenkinek nagyon sok kellemes élménye van Berekfürdővel kapcsolatban, a fürdőnél, a fejlődéssel, és hát igazából itt fejlődött és itt nőtt szemünkre Berekfürdő, itt változott a strand, itt épültek akár új büfék, és a nyári élmények mindenképpen feledhetetlenek Berekfürdővel. És én azt gondolom, hogy akik most kisgyerekek és most nőnek fel, nekik is Berekfürdő nagyon sok szép élményt fog nyújtani. És azt gondolom, hogy ez a 25 év nem 50-nel, hanem akár 125-tel vagy sokkal többel fog folytatódni, hiszen nagy jövő előtt áll nem csak Berekfürdő és nem csak Berekfürdő turisztikailag, hanem az egész térségünk. Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a környező települések, tehát Karcagot vagy bármelyik más itteni települést említhetnénk, megpróbálnak ők is több lábon állni, tehát hallottuk polgármester úrtól, hogy feldolgozó üzemet szeretnének, hogy ne csak a turizmus egy lába legyen meg. Az üveggyár az egy régi dolog, tehát az nem rajtuk fog múlni, hogy újra indulhat-e, vagy lesz-e valaha még ott üveggyártás. Mindenképpen nem szabad csak egy lábon állni gazdaságilag, mert az mindig kiszolgáltatottá teszi a települést, akár az embert is. Berekfürdőbe most a strand és a turizmus viszi a prímet, de azoknak, akik nem a strandon, nem a turizmusban tudnak elhelyezkedni, mindenképpen kell egy kis feldolgozóipar, plusz szolgáltatások, és én azt gondolom, hogy így kell fejleszteni ezt az egész térséget. És ahogy Berekfürdőn most szétnéztünk, megnéztük ezt a 25 éves születésnapot, ahogy kipakoltak a hagyományőrzők, ahogy főztek, a sütemények megsütése, a hímzések. Ez egy kicsi nagy kunság. És igazából Berekfürdő is olyan, hogy ebbe a talajba elhullott egy mag nem 25 évvel ezelőtt, hanem 90 évvel ezelőtt, amikor furták az első kutat, akkor elhullott egy mag, és egy ugyanolyan nagykunsági település nőtt ki, mint amilyen a környéken, akár Kunmadaras, Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, ugyanolyan, mint mi. Ugyan a turizmusból él, nem a mezőgazdaságból, de ugyanolyan egyenrangú nagykunsági település, mint a többi. Ez a legújabb nagykunsági település. És hát akkor reméljük, hogy találkozunk majd az 50. évfordulóján. Remélem, én örülnék neki a legjobban, és akkor be tudnánk számolni nem csak az elmúlt 40-45 évről, hanem akkor az elmúlt 70 évről is, amire emlékszem én Berekfürdő történetében. Így legyen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszöntöm nézőinket, a Táncsics körúti óviba vagyunk, és Kovács Szilvia alpolgármester asszonnyal beszélgettünk. Mögöttünk egy jurtában a gyerekek nagyon érdekes előadásokat hallgatnak. Gondolom, hogy volt ideje már bepillantani, és látta, hogy a gyerekek mennyire élvezik ezt az előadást. Igen, volt lehetőségem bepillantani, és tényleg nagyon élvezik, és nagyon aktívak a gyerekek, hiszen rögtön szerepelnek, részt vesznek, válaszolnak, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy élmény lesz számukra. Nagyon fontos ez, hiszen a környezeti nevelésüket meghatározza, és azok a ismeretanyagok, amiket itt összeszednek, felcsipegetnek, különböző programok, köztük ez is alkalmával. Én úgy gondolom, hogy meg fogják határozni majd a további életüket is, és egy környezettudatos, környezetét védő és okosan, ügyesen formáló emberekké válnak. Itt most éppen a madarak élővilágáról, ilyenekről van szó, de azt gondolom, hogy az egész természet fontos itt a számukra. Itt nagyon szép környezetben vagyunk, tehát ez is meghatározó. Igen, Kartak szerencsés, hiszen minden óvodája gyönyörű kerttel van megáldva, úgymond, és a gyerekek tényleg igazán kertbarátok, madárbarátok, szeretik az élőlényeket, a növényeket, és én úgy gondolom, hogy ezt a szeretetet ki lehet használni, és jó irányba lehet terelni különböző ismeretek átadásával. Ezért is nagyon fogékonyak és nagyon aktívak a gyerekek ilyen rendezvényeken, és sok esetben meghazudtolóan még a felnőtteket is rendre utasítják, hogy hogyan kell gyűjteni szelektíven például a szemetet, mit hová szabad dobni, nem szabad szemetelni, és bizony nevelőnek sokszor ránk is szólnak, és én örülök ezeknek a megnyilvánulásoknak, hiszen úgy gondolom, hogy akkor elértük az eredményt, illetve elértük a célunkat, eredményt értünk el, és igazán egy környezettudatos, okosan élő kis gyermekpalántákat nevelhetünk a társadalomnak, a hazánknak. És itt a kert szó már azért 200 szóba került, beszéljünk azért a gyerekek kertműveléséről is, hiszen azért az óvodák is bekapcsolódnak minden évben ebbe. Így van, a gyerekek nagyon szeretnek a kertben sertepertélni, úgymond, segítkezni a szülőknek, nagyszülőknek, kertet művelni, és ehhez hozzátartozik a madárbarát kert kialakítása, figyelik a madarakat, védik, szeretik őket, és én úgy gondolom, hogy az a tudás, amit itt felszednek, nagyon fontos lesz, hiszen meghatározó lesz az egész életüket tekintve. Nem kell majd nekik interneten bogarászni, hogy kell egy kertet elkezdeni művelni, miket kell csinálni ahhoz, hogy a madarakat a kertünkbe csalogassuk és meg is tartsuk őket, és egyáltalán az egész életvitelük egy jó mederbe terelődik, és én úgy gondolom, hogy ez az életminőségüket pozitívan meghatározza és befolyásolja. És alátámasztja az, amit ön elmondott az előbb, hiszen bementünk, és pont a madarakról volt szó, és képről kellett felismerni őket, meg a hangjuk alapján is, és tényleg mindenki tudta, tehát volt, amikor ott a felnőttek gondban voltak, hogy ez milyen, de a gyerekek rögtön rávágták. Igen, megdöbbentő, hogy tulajdonképpen már egy 4-5 éves gyerek sokkal több madarat ismer, mint egy felnőtt, és én büszke vagyok erre, hiszen ezt nem az iskolában kell megtanulni a közelező jelleggel, hanem már az óvodában szinte magától beszippantja ezt a tudást, és én úgy gondolom, hogy ha ismeri a madarakat, akkor szereti, védi őket, és ez nem csak a madarakra, hanem a többi állatra és a növényekre is igaz. És hát reméljük, hogy felnőttként sem fogják elfelejteni ezt a tudást. Biztos vagyok benne, hiszen amit itt most összecsipegetnek maguknak, biztos vagyok benne, hogy az egész életüket meghatározza, és amit itt az óvodában megtanulnak, azt soha nem lehet tőlük elvenni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen. Schmidt Józseffel beszélgettünk arról, hogy a KEFTA, a rövidítés ennek az alapítványnak, hogyan került Karcagra. Alapítványunk egy 16 állomásból álló gördülő zöldítő erdeiskolás programot a Földművelési Minisztérium támogatásával 16 helyszínen körbeviszi az országba. A zárórendezvényt Karcagon gondoltuk lebonyolítani, több oknál fogva, egyrészt, hogy miniszter úr ide kapcsolódik, a másik ok az, hogy a Duna vonalától, amikor jöttünk, ez lett az utolsó állomás. A gyerekek itt nagyon élvezik a jurtát, eleve nem nagyon láttak még ilyen jurtát, és nagyon ilyen interaktív az előadás is, ami bent van. A jurta egy érdekes választás volt, hiszen őseink ebbe laktak. Csak mi 16-szor építettük és bontottuk, még ők évente kétszer építették és bontották ezeket az eszközöket. Nagyon érdekes, mert a gyerekek nagy része nem járt még soha a jurtába. Első alkalommal, amikor bemennek, mindjárt körbenéznek lent-fönt oldalt, de ennek a jurtának érdekes még a maga a klímája is, ugye, hogy önmagát szellőzteti, és már nagyon távolról észre lehet venni azt, hogy itt egy különleges előadás folyamat van, vagy lesz.
És a gyerekek élvezik, azon kívül sok-sok hasznos ismeretet is szereznek, hiszen őket is megszólaltatják, bevonják az előadásokba. Mindenképpen van ugyan kivetítünk, amin egy nagyon rövid ismertető jellegű anyagot biztosítunk a gyerekek részére, de nagyon fontos az, főleg az óvodáskorú gyerekeknél, hogy bevonjuk őket a játékokba. Vannak olyan játékok, amikor azt mondjuk, hogy egy mágnes táblán elhelyezett állatkák vannak, és hogy ezek az állatok eltévedtek, és vezessük őket haza. És a gyerekek nagyon szívesen. Az egyik gyerek bemutatja, hogy ez az állat hol él, mit eszik, mit csinál. A másik elhelyezi valahol a mágnes táblán, és elmondja, hogy ő az erdőbe, a mezőbe, vagy pedig a lakott területen él. Nagyon élvezik a gyerekek egyébként ezt. Egyébként akkor az alapítványnak, ha jól értem, az a célja, hogy a környezet, tehát megismertesse a gyerekekkel, és egyfajta ilyen környezettudatos nevelést is elhelyezzenek az alapjait? Részben igen. Tehát a gyerekek nagyon fogékonyak erre. A gyerekeknek legalább 75%-a meg fogja jegyezni, amit itt hall. Azt átadja a szülőnek otthon, a szülővel együtt el fognak legközelebb menni a Földművelési Minisztérium erdőgazdaságai, vagy pedig nemzeti parkjai által üzemeltetett erdeiskolákba, kilátókba, túraútvonalakra, és ott egy családi program keretén belül együtt van a család, együtt vannak a testvérekkel. Vagy iskolás korba el fognak menni az iskolai osztályok táborokba, és ugyanezekre a létesítményekbe. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy fordított nevelés, a gyerek neveli a szülőt arra, hogy ő mit szeretne látni, hiszen ő már ezeket élőben is szeretné majd megnézni. Igen, ez így van, de azért ezt ne hangoztassuk annyira, hiszen egyik szülő sem, én sem szeretném, hogyha az én gyerekem nevelne, de valóban így van, hogy amíg a gyereke egy kicsit többet tud, mint a szülő, akkor a szülőt inspirálja arra, hogy utána nézzen, és utána ő oktassa a gyereket. Ez egy érdekes dolog valóban. Akkor azt gondolom, hogy a mai előadás az elérte a célját, a gyerekek rengeteg élménnyel mennek haza. Hát a mai előadás is el fog érni a célját, de azt tudnunk kell, több mint 2000 gyerek fordult meg ebbe a sátorba, ez alatt a 16 alkalom alatt, és ha azt nézzük, hogy ezeknek a gyerekeknek ugye van két szülőjük, négy nagyszülőjük, azt megszorozzuk 6-tal, illetve a testvérek, azért jelentős mennyiségű ember sikerült belevonnunk ebbe a kampányba, illetve a nézettségünk sem rossz, legalább 250 ezer emberhez a televíziók, és majd önök útján még többhöz fog eljutni ez a hír, és reméljük, hogy ennek lesz folytatása és fogadtatása újra a Földművelési Miniszter által támogatott kampányba. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kezdjük csak. Pánti Ildikó képviselőasszonnyal beszélgetünk, hiszen ön is beült a gyerekekhez a jótában. Milyen élmény volt végignézni ezt az előadást, hiszen hallottuk, hogy a gyerekek tapsoltak, tehát nekik nagyon tetszett. Örömmel vettem részt ezen a programon, hiszen a természet, a növény, az állat mindig is közel állt és közel áll hozzám, úgyis, mint egykori pedagógus, és úgyis, mint aki a természetet szereti, és természet közelben él, és ha lehetőség van a természet járásban, én is részt veszek. És az pedig különösen nagyon nagy örömnek tartom, amikor egy-egy ilyen program a gyerekközösséghez elérkezik, mert ugye tudva levően a gyerek, aki fogékony mindenre, a jóra, a szépre, a természet megőrzésére, és ez egy olyan nagyszerű program, amelyet láthattunk, magam is örömmel végignéztem, amely a gyerekek számára nagyon tanulságos, természet közelben él a program, azokat az állatokat, azokat a madarakat, azokat a növényeket hozza a gyerekek elé, amelynek a közelségében él. És ez azt hiszem, hogy mindenkor nagyon fontos, és ez is egy nagyon jó szemléletes példával még inkább a gyerekek felé iránymutató, és erősíti azt a programot, amit az óvoda közösségek, a zöld program, a zöld óvoda keretében megvalósítanak. Hát most ezt mindegy egy nagy egészben láthatták, és nagyon-nagyon üdvözöljük a programját a minisztériumnak, az alapítványnak, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is lesz ilyen lehetőség a gyerekek számára. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. A karcagi járási ügyészség egy napon belül bíróság elé állította azt a fiatalembert, aki Karcagon egy futópálya mellett
leállt, letolta a nadrágját, és önkielégítést végzett egy arra futó hölgy előtt. A hölgy észlelte az eseményeket, ezért telefonált a rendőrségre, és segítséget kért. A rendőrök a helyszínen elfogták a fiatalembert, és másnap bíróság elé került. A karcaki járásbíróság személyremsértés vétsége miatt 10 hónapi szabadságvesztés büntetés szabott ki, melynek végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jogerőre emelkedett. Kedves nézőink, Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos Kelepál atyával készített egy interjút életútjáról. Ennek harmadik részét vetítjük most önöknek Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit, és természetesen, akivel most beszélgetünk, Kelepál atyát, aki a Pécsi Egyházmegye papja, és akit 1954. június 20-án szenteltek pappá a Pécsi Egyházmegyében, de ő itt Karcagon született, az első 16 évét itt Karcagon töltötte, legalábbis az elemi iskoláit és a gimnáziumnak a első 4 évét. Nem én találtam. Ez is az Úristen útja volt. Ez is olyan valami, nagyon el kellett gondolkodnom. Aztán Ozvara lett a következő állomásom. Nagyon nehéz hely volt. Egy évig alig lehetett kibírni. Szegény főnököm talán egy kicsit terhelt is volt. Sose lehetett tudni, hogy mikor szól az ember jól. Sokat szenvedtem, a duplán számított ez az idő. De mégis egyszer elszólta magát, mert nagyon tudott kiabálni, és kíméletlen volt. De nagyon imádságos volt. Ez minden reggel korán már a templomba elmélkedett, napközben rózsafüzért mondta, breviárimát, mindent. Az egyik káplántársam meg is kérdezte, hogy a plebános olyan komolyan veszi a lelki életét, hogy ez igazán párját ritkítja. És azt felelte rá, urak, így is kibírhatatlan vagyok. Hát, ha még nem tenném. Abba a pillanatban, Úristen, hát erre az emberre nem lehet haragudni. Hát ez nagyon szeretne jobb lenni, jó lenni, elviselhetővé lenni. 4 évig voltam, senki nem volt ennyit, mint én. Igen. És akkor lettem először önállóvá. Akkor már cserháti püspök úr létezett, aki engem ismert, nagyon szeretett, nagyon becsült. És ibafára kerültem. Plébánosnak, a papnak papi pálya, nekem is volt. Oda kerültek a szüleim, édesanyám, édesapám ott voltak. Szegények voltunk, mint a templom egere. Mégis apám mindig a fiam, mint úgy élünk, mint a mennyországba. Persze, hát ez meg volt, azért nem éheztünk, és nagyon örültek, hogy szép helyen vagyunk, de mennyországba érezték magukat. Még nem édesanyám meghalt. És az apának az első megy, na fiam, vége a jó világnak, a mennyországnak. Hát hazahoztuk, és itt temettük el, és édesapám is itt maradt. Nem tudom, ha nem tetszik, majd kihúzzátok a műsorból. Egyedül kellett visszamennem. Nagyon nehéz. Arra emlékszem, hogy egyik éjjel álmomba elfogott egy síró görcs. És így fel is ültem az ágyban, sötét szobában. És életemre mondom, megszólalt az anyám. Ne sírj, fiam, itt vagyok én veled továbbra is. Szinte megdermedtem. Én ezt nem álmodtam, én ezt nem képzeltem, én nem erre gondoltam. Az ő hangját megismertem, nem tévedtem.
félelem fogott el, meg öröm, mert az Úr is az anyám velem van. Hát akkor folytatjuk ott, hogy édesanyád meghalt. Igen. És mégis volt egy ilyen szép élményed, amiben meggyőződhettél. Ez egy felejthetetlen volt. Mindenki azt gondol róla, amit akar. Én nekem sokat jelentett, és ma is azt érzem. Hanem ugye ez volt januárban, és húsvétra a püspök úr tovább helyezett Ibafáról, mi pedig a pécsi gyárvárosi plébániára. Ez túl nagy lépés volt. Magam is megdöbbentem. 1965-ben voltunk, nem volt ez könnyű idő. Az emberek sokat beszéltek, mindenkit meggyanúsítottak, mindenkitől félni kellett, mindenkitől tartózkodtunk. Ilyen időben helyet cserélni nagyon nehéz. Nem szóval arra, hogy a falubeliek megsértődtek. Mert azzal vártad, hogy biztosan én kértem el magamat. Nem volt igaz. Én bementem a püspök úrhoz. És könyörögtem, hogy ne, én nem akarok idejönni. El akarom kerülni azokat a meggyanúsításokat, amik azt mondta a püspök úr, nézd, ő engem ismert, nézd, én megkérdeztem a Molnár Ösvörös urat is, megkértem másokit, hogy mit szólnak hozzá, oda helyezhetek-e gyárvárosra. Mindegyik igennel válaszolt, nekem ennyi elég, a többi a te dolgod. És el voltam intézve, oda helyezett. Nagyon nehéz szívvel mentem, és nagyon tartottam tőle, hogy mi minden vár rám. És akkor a Jóisten megsegített. Szent József napja május 1-én volt a bemutatkozásom. Kíváncsi volt a nép, tele volt a templom. Ki ez? Ugye? És én hát az én kedves igémmel kerestem, majd kezdtem a prédikációmat. Istenem, te megvizsgáltál, és jól ismersz engemet. Döbbent csend fogadott, végig hallgatták a prédikációmat. És aztán visszamondták nekünk, hazafelé menet. Nem lehet ez olyan kutyakölyök, mint ami ennek beállították. És nem volt átmeneti probléma, továbbra is ugyanúgy jártak a templomban, mint addig. Nagyon megszerettek, 15 évig voltam ott. Ott is kellett csinálni, tetőt javítottunk, padfűtést szereltünk be a templomba, kirándulásokat szerveztünk, külföldre is. Nagyon, nagyon sikeresek voltak, ezek jártunk Rómába. Lourdesba nefelé. Hívek nagyon ragaszkodtak oda. Nagyon jó hívek volt. Ez egy zömében külterületről beszivárgott sváb családok voltak. Ilyen egy hangzású volt a társaság. A képviselőtestület nagyszerű emberekből állt. Nagyon mellettem voltak 15 évig. És akkor megint a cserháti püspök úr behivatott, és mondta, hogy tovább helyeznek. Be akarlak hozni a belvárosi plébániára. Egy idős plébános volt ott, megfáradt ember. A káplánok hát nem érezték magukat kötelezettnek, hogy ő mit csinálnak. Ez egy algó plébánia. Idehoznak, és légy szíves. Próbálj életet hozni ezekbe. Megint egy újabb megpróbáltatás. De volt nekem egy teológiai tanárom, aki engem tanított is, ott káplán volt. Sokan meg is voltak, és ért, hogy miért nem a hegyi lett a plébános, miért hoznak egy idegent. De a hegyi tanár úr mellém állt.
és hát már ő mondta, bemutatkozó prédikációt a hátam mögött, és minden jót elmondott, amit el lehetett rólam mondani. Ugye egy kicsit felkészítette a híveket. Utána megjelentem, a képviselőtestület fogadott már nagy barátsággal, szeretettel, és nekivágtunk a munkának. 28 évig voltam plébános a belvárosban. Egyik paptársam mondta nekem, aki mindig jó akarom volt, és hát ha gondjaim voltak, mindig hozzám menekültem, Sanyi bácsi, mit csinálj? Arra te, hogy te úgy vigyázz, hogy te sokáig itt fogsz maradni. Úgy rendezkedj be, hogy te neked, hát ő se gondolta talán, hogy 28 évig. Sok minden történt. A templomot belülről felújtottuk. A kálváriát, ami már nagyon megvan a kerítése, mindenetünk, hozzáfogtunk. Azt hittük, hogy 3 millió elég lesz. 23 millióba került, de sikerült elüteni, a mi emlék is hozzájárult. A templom javításnál az OTP-nek volt egy nyugdíjas igazgatója, áldott jó lelki ember. Gyere, én ismerem a várost, mentünk éregedni a nagy vállalatokhoz, bankokhoz. Hát sajnos a bankok nem nagyon tudtak zsebre nyúlni, mert az igazgató, uram, nem olyanok vagyunk, mint a régi bankigazgató. Mi Budapesttől függünk, mi nem tudtak nagyon adni. Hát amit lehetett, azért adtak. Az összeszedtük. És kérem szépen, még a Szent Háromság szobrot is, és sok minden egyebet a 28 év alatt. Hegyi, vagy a cserháti plebános, vagy a püspök úr aztán azzal igyekezett jutalmazni, hogy 88-ba apáttá nevezett ki, az elődöm is hajdan apát volt. De meg fölfigyelt rám a civil lakosság is, és volt egy ilyen civil szervezet, és az 2008-ban pécsi tükedíjjal jutalmazott. Ez annyit jelent, hogy még Debrecenben az öreg ősi lakosokat debreceni cíviseknek nevezik, Pécset az őslakókat, akik ott születtek, ott laktak, egy kis szőlő is volt a házuk körül, ezek voltak a pécsi tükék. Hát ezek közé választottak be, és kaptam egy oklevelet, hogy közéjük tartozom. Úgyhogy hát az Alföldről kerültem oda, most már gyökeres tükének érzem magam Pécset. Nem felejtettem el Karcagot, de szeretem Pécset, szeretem az ott élő embereket, szeretem a várost. Igen, hát azért ez a több mint 40 év Pécset, azt gondolom, hogy a pécsiek befogadtak, szerettek téged, és ugyanígy látom, hogy akkor, amikor egy-egy pap életében megadatik azt, hogy hosszabb ideig lehet egy helyen, akkor ugyanak a városnak a papjává lesz. Igen, igen. Itt az Egri Egyházmegyében is, akár itt Mezőkövesden a Gáspár József atya, vagy éppen Gyöngyösen a Pásztor József atya. Ja, ha a papra gondolnak, akkor én úgy gondolom a pécsiek igen. közül, akkor te jutsz eszükbe elsőnek. Hát persze 12 plébánia van Pécset, nagyszerű plébánosok vannak, meg kell hagyjam, szóval ilyen szempontból hát nem emelkedtem ki közülük ilyen érzelemben, de még egy van, ami hát nekem tetszett, és én nem tartottam ezt sértőnek, hogy engem sose neveztek apát úrnak, sose neveztek ennek, annak, én mindenkinek Pali bácsi voltam. Tudom, hogy a magyar nyelvben a Pali bátyám az talán többet jelentene, nem mindig. Itt a Pali bácsi is nagy össze. Mellesleg orosz Pali bácsi jutott eszembe, akit káplán volt Karcagon, őt is mindenki Pali bácsinak hívta. Én Pécset vagyok, mindenkinek Pali bácsi. A hajléktalanoknak is, a művelt közösségnek is, az utca embereinek is, bárhol találkozunk, én csak Pali bácsi vagyok.
és ebből szeretetet érzek kisugározni, és hálás vagyok érte. Koli bácsi, azt szeretném tőled megkérdezni, hogyha ez elmúlt 60 évre, ami mögötted van már, mint a papságban, mi volt számodra úgy, ami úgy nehéz volt? Sok minden. Tudod, ha az ember így visszagondol, hát ez a 60 esztendőre, nagyon vegyes érzések töltik el. Én nem akartam arról beszélni, ami teher volt, ami nehéz volt, ami fájt, amivel meg kellett birkózni, de amikor pappá szenteltek, azon az éjszakán, hogy a püspöki palotában aludtunk, egy szobában egy ágy volt, a többiek a földön feküdtünk, heten voltunk. Visszaemlékszem rá, hogy éjszaka engem ott elfogott egy sírógörcs. Nagyon kellett vigyázni, hogy a többiek észre ne vegyék. Egyáltalán az, hogy itt állok a pap szentelés előtt, hogy én holnaptól kezdve pap leszek, és hát ez mekkora kitüntetés a Jóisten részéről. Méltó vagyok én erre? Nem beszéltem mindenről az életem, sok mindent mondani elsélhettem volna, és reggel akkor megnyugodtam, és bátran álltam oda a szentelő püspök elé. 64 éves vagyok, az egy köreg ember könnyebben hatódik meg. Lehet, hogy ez a könnyek adománya. Most a gyémánmisém előtt sokszor potyogtak a könnyeim. Új püspökünk van. Három éve van ott. Nagyon szeretjük. Amikor elmentem hozzá meghívni a gyémánmisémre, szeretettel fogadott, egy óra hosszáig ott voltam. És nem akartam, de mindenki budjon belőle. Csak hallgatott, és utána megölelt. Többet ért, mint egy kitüntetés, és én tudom, hogy bármikor mehetek hozzá. Ez volt az aranymisém legnagyobb kitüntetése. Persze ott voltak, mind a két püspök ott volt Székesegyházban. A belvárosi templomot most renoválják, ki vagyunk zárva, mi hajléktalanok vagyunk, hajléktalan papok, nem tudunk bemenni se hétköznap, se vasárnap. Én vasárnap megint a temetőbe megyek misézni, a főnököm a szirgalmas templomban tart egy késő esti misét az egyedes után számára. Egyébként hétköznap pedig a klubterembe, ott a pincébe, a plébánálat misézünk. Ezért oda kerültem a Székesegyházba. Tele volt a Székesegyház. Azért én sok ideje voltam, engem mindenki ismert. Sokkal szebb volt, mint gondoltam. Olyan meglepetések értek, hogy nem nagyon jól. És ott volt mind a két püspök mellettem. A megyés püspök külön köszöntött, mások is. Nem érdemeltem ennyit. Én említetted azt, hogy a szentelés előtt ugye elfogott egyfajta félelem, hogy milyen nagy dolog, amire az Úristen hív, meg a milyen feladatot rád bíz. Mégis így... Most a fordítottja volt. Istenem! Kedves nézőink, mára megköszönöm a Karcag Televízió stábja nevében megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!